Sokan kérdeztétek a múltkori live-ban alatt, hogy hogyan csináltam meg ezt a Chi Classic offenzívet. Most ezt szeretném megmutatni. Legelső sorban adni fogok nektek egy linket, ez a videó leírásában megtekinthető lesz. Arra rákattintotok és áthoz titeket erre a weboldalra. Legelső dolog, hogy rányomtok erre a szürke download fűrre. Ilyenkor el is kezdi leszedni az egész dolgunkat. Most lényegében nem, én már nem szedem le, mert nekem már megvan. Bele is megyek a mappájába. Letöltitek a Faceit klientet, az anti-cheatet. És hogyha ez lejött, akkor feltelepítitek. És ez fog fogadni titeket, hogyha beregisztráltok. Igazából nem beregisztrálni kell, mert ugye a weboldalon már beregisztráltatok a Faceitre, hanem csak be kell lépni. És ezt hagyni kell menni. És hogyha minden sikerül, akkor tudtok már egyből meccset keresni. Lényegében, ha letöltöttétek, titeket ezt fog fogadni. Ez a három dolog, ebből nekünk csak erre a CO mappára lesz szükségünk. Amit bemegyünk a Steam könyvtárunkba, látjátok nekem jelen esetben a D meghajtom a Steam. Lényegében ez itt alap mappa, hogyha beleléptek a Steambe, akkor ezt fog fogadni. Belementek abba, hogy Steam Apps, Source Mode, és ide belehúzzátok ezt a RAR-ba lévő kis dolgot. Ide szimplán áthúzzátok. Igen, nektek ezt nem fogja kiírni, mert nektek még nincs benne, de nekem kiírja, mivel nekem már benne van. És hogyha mindent jól csináltatok, akkor nyomtok egy Steam Restartot. És ha minden igaz, akkor meg is fog nektek ott jelenni a könyvtáratokba. A Chi Classic Offensive itt is van. Lényegében ugyanazt a konfigot fogja kapni, mint a Chigótok. És hogyha szeretnétek játszani vele, azaz ilyen 5v5-t, mint hogyha MMZ-nétek, akkor szükségetek lesz egy Faceit fiókra, amit a faceit.com weboldalon tudtok elérni, ezt is mellékelem a leírásba. Ide csináltok egy fiókot, beregisztráljátok, beléptek, elfogadjátok az e-mailt, és azt kell csinálnatok következőbe, hogyha szeretnétek játszani ilyet, hogy itt láthatjátok itt bal oldalt ezeket a fületeket. Na és itt van az, hogy add game, elhúzzátok ezt a csíkot, és hozzáadjátok a legutolsóhoz, az open beta Counter-Strike-ot. Ezt hozzáadjátok, nekem mivel hozzá van adva, rányomok arra, hogy play, hogy egyedül vagytok, akkor solo, 5v5, és let's play. És konkrétan elkezdi nektek keresni a meccset, itt láthatjátok is, hogyha talált meccset ilyen fütyülős hangon fog jelezni, és konkrétan csak el kell acceptolni. És ha minden igaz, középen ki fog adni egy IP-t. De ugye itt is lehet mappot píkelni, illetve szervert, amit a kettő darab csapatvezér közösen píkel ki. Aztán középen kimásoljátok az IP-t, megnyitjátok a játékba a konzolt, bemásoljátok, nyomtak egy Enter-t és felkonnektált. Na hát, hogyha segítettem, akkor dobjatok egy pacsit, aki nem tette volna, meg iratkozzon fel a csatornára. Köszönöm szépen a figyelmet, én Extaz voltam.